Ma érkezett pár hardverem, és úgy gondoltam, hogy miért csomagoljam ki egyedül, ha veletek is ki tudom. Gyertek, csomagoljuk ki! És akkor jöhet a következő csomag. GT 1030-as jött. Erről fogok csinálni egy teljesen budget tesztet a 20.000 fontos videókártya kategóriába. Addig is tegyük félre. A következő az AeroCooltól a Cylon Mini. Ez egy RGB-s kis formatervű gépház. Üveg oldallappal. Ez is majd egy budget gépházas videóba fog bekerülni. Nem sokára kint lesz, úgyhogy ha nem akartok lemaradni, akkor iratkozzatok fel. A következő csomag a drumkuckótól jött. Lássuk, hogy mi ez. A DJI OM4-es a stabilizátor, amit kértem. Remek. Sok videóhoz akarom majd használni, kicsit trükközni vele, hogy mire is képes megnézni. Nagyon jó lesz, direkt telefonokhoz van ez kitalálva. Ez jó lesz. Majd látni fogjátok a felvételeken, hogy valahol vannak új dolgok, új trükkök, új kameraállás. Nagyon jó. Köszönöm Bonkuckó innen is, hogy elküldtétek. A következő egy érdekes kis szerszám lesz. Ez egy mágneses tál. Ez a PC bildeknél jöhet jól, amikor éppen szerelem őket, és nem akarom, hogy a csavarok elkallódjanak. Nagyon jó! Az alja is mágneses, tehát egy aluprofilhoz, egy polchoz, egy páróval, ami fényből van, hozzá lehet tapasztalni. Meg is mutatom, hogy működik ez. Tehát itt vannak a csavarok, amiket mondjuk épp egy gépből szedtem ki, és nem akarom, hogy elkallódjanak. Ide rádobom, és megmarad. Itt lehet az összeset tárolni. Ajánlom annak, aki gyakran szerel gépet, ez nagyon jól jöhet. És jöhet a legnagyobb és egyben utolsó csomagunk. A GTX 1650-es. Nem sokára lesz vele teszt. Nagyjából egy-két héten belül. Sőt, ez az Asusnak a Phoenix verziója. Ami úgy látom, hogy teljesen automata konstrukció. Még nem tudom, hogy ez pontosan mit is jelent, de ránézünk. És egy overclockolt 4 GB-os verzió. Jó lesz. De ebből van valami. A vízhűtés. Mármint ez egy AIO lényegében. Két ventilátoros, egy 240 mm széles radiátorra. És ez úgy látom, hogy alaplapról vezérelhető az RGB Aura szinket is támogat. Mystic Light szinket is, tehát az összes nagyobb alaplap gyártónak az RGB vezérlése azt támogatva. Ez is majd jó kis helyet fog elfoglalni egy buildből közeljövőben. Tehát ezek jöttek ma. Ha tetszett ez a fajta videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és a következő ilyen kicsomagolós videóban találkozunk. Sziasztok!